Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. Hát a mai napon egy, mondhatjuk mindenféle túlzás nélkül, egy nagyon sikeres fiatal emberre sikerül majd beszélgetnem, hiszen egy kisfaluból indulva mondhatjuk azt gondolom szintén mindenféle túlzás nélkül, egy hatalmas karriert sikerült neki befutni a maga területén. Mostani hivatására mondhatjuk azt szerintem, hogy álomszerű, hiszen ő a Magyar Állami Operaház műszaki igazgatója, vendégem Virág Péter. Szia, köszöntelek téged! Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket én is. Első kérdésem az lenne, hogy amikor legelőször beléptél az operaházba, nagy Magyar Állami Operaházba műszaki igazgatóként, a kérdés lehet, hogy kicsit furcsa és bugyutának tűnik, de szerintem mégsem az, mit éreztél először, mi volt benned, mit mondtál magadban? Hát igen, amikor először beléptem, az épület, aki nem járt az épületben, annak el kell mondani, hogy nagyon szép díszes, aranyokkal, szekkokkal, freskókkal díszített épület, és amikor először beléptem az épületbe, így először azt hittem, hogy egy nagyon nagy súlyként nehezedik rám, hogy Úristen, hogy én biztos, hogy itt van az én helyem, igen. És ez egy ilyen nagyon fantasztikus érzés volt, tehát ilyen, hogy mondjam, ilyen vegyes érzelmeket váltott ki, féltem is, hiszen a műszaki igazgatósághoz 470 ember tartozik, akit irányítani kell, illetve több vezetőn keresztül, de ez mind hozzám tartozik. Egy óriási múlttal rendelkező patinás épület, Magyarország második leglátogatottabb műemléképülete, működő műemléképülete, és ez egy nagy tehernek gondoltam először, de most pedig már nagyon élvezem azt, hogy ott dolgozom. Elképesztő felelősség van rajtad, ugye műszaki igazgatóként, műszaki vezetőként. 470 embert koordinálni, nyilván megvan a maga szépsége, de azért van nehézség is, mert amikor, ne adj Isten, valami félremegy, nem úgy sikerül, neked le kell ülni az emberrel, és akkor Józsikán, Pistikén, Ferikén, vagy bárki, aki ott dolgozik. Ez nem úgy volt, nem úgy volt, és ezt nem esik sokszor nehezedre megmondani, konfrontálódni az emberekkel? Nem esik nehezemre. Egyrészt azért, mert nem csak a vezetőimen keresztül kommunikálok az alattam lévő 470 emberrel, hiszen én gyakran látogatom az előadásainkat, szinte minden nap, és úgy látogatom az előadásaimat, hogy megteszem a körömet, hogy elmegyek a színpadra, nem megyek a sminkszobába, felmegyek a világosítókhoz, mindenkinek beköszönök, megkérdezem, hogy mi történt aznap, minden rendben van-e, és egyébként meg heti rendszerességgel az alám tartozó vezetőkkel mindig találkozom, és begyűjtöm az információkat, hogy mi történt előző héten, mi fog történni a következő héten, és egyébként, hogyha van valami probléma, azt mindig megbeszéljük. Beszélünk még erről mindenképpen. Operához való viszonyod változott egyébként? Előtte nem tudom, mennyire volt a opera szerető, és most mennyire vagy. Sokat változott. Tehát ugye előtte talán egyszer voltam az opera épületében, mióta én Pesten élek, most a 17 éve, akkor is az opera vizit kapcsán bementem az épületbe, mint érdekességet megnézni. Operaadáson talán nem is tudom, hogy voltam, szerintem nem voltam. Sőt, biztosan nem voltam, és most ugye, hogy ott dolgozom, most már harmadik éve, hogy ott dolgozom. Hát ugye ezt töltik ilyen mindennapjaimat. Persze. És rengeteg előadást láttam, vannak kedvenc előadásaim, van, amit nagyon szeretek, persze van, amit nem tetszik, de ez a művészet az elég szubjektív. És ugye sokat tanultam, tehát abszolút sokat tanultam, mind művészeti oldaláról tekintve, mind a műszaki oldaláról tekintve. Persze, meg az ember máshogy is nézi szerintem az operát, hogyha, mert nyilván jóba vagy ugye az ottani énekművészekkel, énekesekkel, teljesen máshogy is nézed, hogyha ott van benne egy jó ismerősöd, esetleg jó barátod, mint ha mondjuk teljesen kívülálló ember adná elő. Igen, csak azért is másképp nézem, mert én figyelemmel kell kísérnem a próbafolyamatokat is. Tehát onnantól kezdve, hogy a díszletgyártástól a jelmezgyártásig, mert szintén hozzám tartozik, tehát ott, ahogy elkészülnek ezek a dolgok, és amikor az első színpadi próbák vannak, amikor az első díszletépítés van, és a díszletben történő próbák, tehát mire valamit premierre adunk, én azt már többnyire legalább egyszer láttam végig, vagy több részletben, vagy egyszer végigülöm, és onnantól kezdve, ahogy nézem az operát, az nekem az főleg úgy zajlik, hogy mi, ami hozzám tartozó terület, az mit csinál a színpadon. Tehát legtöbb esetben persze az a jó, hogyha nem látszik, hogy mi mit csinálunk. De mindig vannak apró hibák, hiszen egy új darab nevek előfordulnak, és utána amit megbeszélnek a kollégákkal, de mindig ilyen tekintetben nézem meg, hogy én mit látok a színpadon, hogy a világítás rendben van, a díszlet rendesen a helyére kerül, a váltások, a nyílcímű váltás van, az mennyire megy zökkenőmentesen, csendes, nem csendes, ilyesmi. És akkor, ha egy darab már elindult, akkor azt többször megnézem a nézőtérről még, az ügyelőpult mellől, a világosítók mellől, mert mindig más-más szempontból más-más hibát lehet észrevenni, persze. Vagy pedig más-más élményt nyújt, inkább ezt mondom, hogy inkább más-más élmény. És az a jobb oldala, és nyújtsok mindig jobb élményt. Így van. Ugye nyilván felvetődik a kérdés, hogy tényleg most műszaki igazgatója vagy az operaháznak, hogy gyermekkorodban is már meg volt a műszaki érdeklődés, tehát otthon szétszedted a szokorrádiókat, videómagnókat. Mindent szétszedtem. Tényleg? Igen? Mindent szétszedtem, és próbáltam is összerakni ezeket.
Valószínűleg édesapámnak köszönhetően, mert ő nagyon jó kézügyességgel és nagyon jó praktikus gondolkodású ember volt, és én ezt láttam tőle, ezt tanultam el valószínűleg. Úgyhogy ez bennem is megmaradt. A mai napig próbálok, amit lehet például otthon magam megszerelni, megépíteni és felújítani. Ez egy, mondhatjuk ezt egy hobbinak is akár. És igen, tehát én engem elég korán érdekelt a műszaki dolog. És nem csak úgy, hogy csak az elektronika, vagy csak valami, hogy működik egy autó, úgy unplug minden, ami működik, mozog, csörög, forog, azt nekem tudnom kell, hogy működik. Ugye ez nem titok, és szerintem a kedves nézőknek is el lehet mondani, hogy mi ismerjük egymást nagyon-nagyon régóta Petivel, hiszen ugye Nádasladányból származunk mind a ketten, ezt el lehet mondani, és ott is jártunk általános iskolába. Akkor nyilván tudtunk egymásról, nyilván tudtuk egymás hétköznapjait, én is elkerültem onnan, gimnáziumba te is elkerültél onnan, ugye, és hallottam rólad, és tudtam nyilván helybeliektől, meg a közösségi oldalnak köszönhetően, hogy te hát előtte is már azért nagyon-nagyon szép karriert futottál ezen a műszaki területen, és szerintem a Duna TV-ben is tevékenykedtél. Így van, 11 évig voltam a Duna Televíziónak az üzemeltetési osztályvezetője. Az egy kicsit más terület, mint a mostani műszaki igazgatóság, hiszen az főleg ingatlan üzemeltetéssel és a műsorok kiszolgálásával foglalkozik. De hála Istenre, Istennek és szerencsémre nagyon korán sikerült bekerülnöm a tévébe. Gyakorlatilag, hogy kiestem a főiskoláról, ez 2000-ben történt, amikor az első diplomát megszereztem gépészmérnökként. Utána a újsághirdetése jelentkezve üzemeltetési mérnököt kerestem. Újsághirdetés alapján, mert azt gondolja az ember, ugye, hogy tudjuk, hogy a médiában, ugye te is az én némileg ebben dolgozol, én is már 16-17. Éve ebben dolgozom, tehát médiába bekerülni általában, vagy egy média felületre, szinte most kisebb túlzással, csúsztatással mondva, úgy elég nehéz, hogy mondjuk újsághirdetés általában, te én ismerem ezt, ismerem azt, általában úgy szokott lenni. És újsághirdetés alapján bekerülti, ez egy nagyon nagy dolog. Igen, én is ezzel szoktam viccelni, hogy engem a szakmai kvalitásaim alapján vették fel, akkor nyilván nem, hiszem, még pályakezdő mérnök voltam. Tehát, hogy jó, nem, valószínűleg én voltam a legszimpatikusabb akkor a jelentkezők közül. És a mai napig is köszönöm a Paragó Tamásnak, aki és Kenderesi Miklósnak, akik felvettek a TV-hez, Tamás volt a közvetlen főnököm, most például együtt dolgozunk az operába, át sikerült csábítanom az operához, és a Miklós pedig akkor volt a műszaki igazgatója a TV-nek, aki meglátták bennem azt a lehetőséget és fantáziát, hogy én alkalmas vagyok arra a pályára és területre, pályakezdő mérnökként. Jársz még vissza egyébként a tévébe, tehát meg szoktad látogatni? Hát ugye azóta már teljesen átalakult a televízió, hiszen megtörtént a közmédiának az összevonása. A mostani székház, ahol én még akkor dolgoztam, az most gyakorlatilag nincs használatban az MTV-nek, de a volt kollégákkal rendszeresen tartom egy szűkebb körével, meg egy tágabb körével is ritkábban, de szűkebb körével rendszeresen tartom a kapcsolatot. Ugye mondtad, első diplomádat főiskolán szerezted, gondolom akkor utána még tovább vitted ezt a műszaki vonalat? Nem a műszaki vonalat, mert mindig is úgy gondoltam, hogy majd egyszer valamikor én felsővezető szeretnék lenni, ezért tanulok. És ez is, ebbe az irányba is próbáltam terelni a tanulmányaimat, úgyhogy a második diplomámnak mondjuk az 10 évvel később volt, még a tévénél dolgoztam, akkor egy közgazdász diplomát sikerült még ehhez hozzátanulnom, és azt gondolom, hogy ennek mai napig nagyon jó hasznát veszem, hogy egy műszaki és egy közgazdász társítás azért egyfajta gondolkodásmódot kialakít az emberben, aminek nagyon jó hasznát lehet venni. Persze. Tudatosan készültél akkor el, hogy felsővezető legyen. Igen, arra gondolt. Eleve a szüleim is erre presszionáltak, mert mindenkinek elmondják, hogy tanulj fiam, mert kell a tanulás is, és azt mondom mindenkinek, hogy igen, tanuljon. Így van. Akár szakmát, tehát főleg szakmát is, azt is megér, hiszen most már vezetőként látom, hogy mennyire nehéz jó szakembereket találni. És de én tudatosan erre próbáltam készülni, hogy majd vezető, mert nem tudtam magam elképzelni, hogy olyan mérnök legyek, aki egy tervező asztalnál ül, és csak is kizárólag egy valami, mint hogy az épületgépészettel foglalkozzak én magában. Azzal is foglalkozom, de rendszereiben és rendszer szemléletében, ahhoz azt hiszem értek is hozzá. Egy ideig dolgoztam a TV után kis kitérő épületgépészcégnél is karmantat vezetőként, ott még sokkal több gyakorlati tapasztalatot szereztem abban, hogy napi szinten ez hogy működik, de nekem ez jobban tetszik, ez persze, a szervezési irányítás, így van. És milyen jó, hogy időben felismerted, mert én is emlékszem, meg nyilván nagyon sokan visszaemlékszünk, hogy mondják az örök, tanulj, nem nekem tanulsz, magadnak tanulsz. És hogy megnézzük mondjuk nagyjából a korosztályunk, ezt nem feltétlen fogadta meg, mondjuk tisztelet a kivételnek természetesen. És hogy megnézzük mondjuk tényleg az, aki tanult, beletette apai anyait, milyen élete van, meg az, akinek lehet, hogy jobbnak tűnt akkor az életemet járt szórakozni, tényleg sodródott az élettel, mennyire irigyeltük, viszont most már én azt gondolom, hogy az ember látja, hogy hát mégiscsak a szülőknek volt igaz, és milyen jó, hogy megfogadtuk az ő tanácsukat. Abszolút, ez így van. Persze, nagyon sok
olyan példa is van, hogy nem tanult velem tovább ennyire, de ugyanolyan jól él, mint, mint én, akár más karrier futott be. Nekem például ugye most nincsen családom, olyan formában egy párkapcsolatban élek, vagy élettársi kapcsolatban élek a barátnőmmel, egy házban élünk Budapesten, most már így kezdesen hatodik évet tapossuk, hatodik évünket tapossuk, de 17 éve élek Pesten, ehhez képest ilyen meg persze, és nincsen gyerekünk. De van, aki meg ebben futott be nagyobb karriert hozzám képest, hiszen ő gyerekeket vállalt, és inkább erre folyt az energiát, mert ő azt gondolta, hogy neki ez a, persze, az élet célja, és ezzel nincs ezzel semmi probléma. Ugye műszaki igazgatóként nagyon elfoglalt vagy. Hogy néz ki egy napod, mondjuk egy átlagos napod, nem is a legnehezebb, nem is a legkönnyebb átlagolni kéne egy napot, az neked hogy néz ki? Mikor kelsz? Mi van utána? Hát hála Istennek minden napon valamelyest más azért. Vannak, azért annyit elmondok a hetemre, vannak fix programok, amiket mindenképp részt kell vegyek, hiszen hétfőnként, csütörtökönként igazgatósági értekezeteink vannak. A kedd is csütörtök meg abból a szempontból lett most már fix, hogy belindultak az operaház nagy beruházásai, az Eiffel-csarnok építés, az operaház felújítása. A kedd is csütörtöki napok azok a napok, amikor a kivitelezői és tervezői kooperációs napokat tartunk, ugye ilyenkor kivitelezőkkel, tervezőkkel, a lebonyolító mérnökökkel, műszaki ellenőrökkel végigveszünk, hogy hol tart az építkezés, mi van még hátra, milyen problémák lépnek fel, tehát ez egy viszonylag hosszú nap. Ezek a napok. Úgy általában rengeteg megbeszélésem van, úgy szinte... Most is onnan jöttél. Most is onnan jöttem, igen, a nézőknek, igen, most is onnan jöttem, nagy rohanásban. Általában sok megbeszélés van, mert mindig van új darabunk, ami indul ugye átlagban. Most viszonylag kevesebb, mert csak egy színházunk van, most csak egy 18 premierünk van, de mondjuk tavaly 30 premierünk volt. Gyakorlatilag két hete volt egy premier, minden premiert már jó előkészítünk, de minden héten van valamely premierrel kapcsolatos előkészítő tárgyalás, akár alkotókkal, kivitelezőkkel, a belső gyártási műhelyeinkkel, a vezetőinkkel, és akkor vannak még egyéb projektjeim, most éppen turnét szervezünk, a Kárpátalja turné második etapjának a finiselése zajlik, hiszen február 5-én már azzal is indulunk, Ukrajna, Szlovákia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia és Ausztria érintésével, ugye szeptemberben volt egy hasonló méretű körünk, de csak Erdélyben és Romániában. Már egy őszi turnét készítünk elő, ami az meg a tengeren túlon lesz, az New Yorkban, de és közben rengeteg utazom is. Igen. Most Tokióból értem haza, nem olyan rég, na, egy kérem, ottani szépen turnéról. Láttam egyébként, bocs, hogy közben vágok, egy nagyon érdekes dolgot, ezt mondom a kedves nézőknek is. Nézegettem a Facebook oldaladat, miközben készültem a beszélgetésre. Megnézegettem, hogy hol jártál, merre jártál. Le vagy fényképezve egy pubban, egy kocsmában, teljesen mindegy, hogy nevezzük, és ott van egy világhíresség a hátad mögött. Azt mondjuk, hát hogy történt ez az eset, arra kíváncsi vagyok. Az hogy volt? Igen, hát az nagy szerencsémre. November hónapban voltam Las Vegasban, egy világítás, hangfény és show-technikai kiállításra mentem. Az operáz felújításához kapcsolódom, hiszen az új technológiákat magáévá kell tenni az embernek. És ott a kiállítás mellett azért volt idő kirándulgatni is, és akkor elmentem a Red Rock Canyonhoz, ami ugye 30 kilométerre van Vegastól, és ott betértünk egy ilyen kis fogadóba, mert enni is kellett, és egészen véletlenül ott ült Nicolas Cage. Ebben a fogadó helyiségben, és a családjával volt, nyilván pont ezért nem is akart közös képet, mert ugye megkérdeztük, de nem akart közös képet készíteni, de azért titokban sikerült lefotózni. Igen, elképesztő volt. Teljesen véletlen. Igen, abszolút véletlen. De bocs, hogy közbevágtam, csak az úgy érdekelt, mondod a külföldi utazást. Szóval sok, főleg most, hogy a operaház nincsen nyitva, tehát szeptember óta zárva tartjuk, és ez még egy jó darabig így is lesz, terve szerint 18, ez év végéig, azért sok turnét is szervezünk. Na de visszatérve, hogy áll egy napom, általában 6-kor kelek. Tavaly évben még sikerült beleintegrálnom a napjaimba, vagy 6-ra már egy héten legalább kétszer elmentem egy konditerembe, hogy kicsit megmozgassam magam, de most ezt próbálom visszacsempészni, mert ez valahogy mindig elmarad, de muszáj, kell a testmozgás is, a sok ülő munka mellett. Persze. Tehát általában 6-kor kelek, 8 körül indulok el otthonról. Ez az a fix időpont, amikor a párommal tudja, hogy találkozunk. Igen. A visszakákon kívül, de hogy ilyenkor tudunk együtt kávézni, beszélgettünk, reggelizünk, és akkor megbeszéljük, hogy kivel mi történt, mert utána az én estém azt teljesen el tud folyni. Persze. Azok a napok, amikor eladások vannak. Mert a napi tárgyalások, meg ügyintézés után, ugye amiért mi dolgozunk napközben, hogy ezt este értékesítjük a termékünket, mondhatom ilyen szép szavatos szóval. És hát ugye meg kell nézni az előadásokat. Én legalábbis vagyok ilyen, hogy meg is nézem rendszeresen az előadásainkat. Most, hogy csak egy színházunk van, hogy az Erkel Színházban működünk, viszonylag egyszerűbb, és csak egy előadást kell megnézni, de amíg
játszottunk az operaházban is, akkor azt is megcsináltam, hogy az operában megnéztem egy felvonást, és utána a felvonás szünetében pedig átmentem az Erkelbe, és bekapcsoltam a következő másik előadás, második. Egy előadás. Igen, és akkor ez így, végignézem, ha még olyan előadást láttam, amit még nem láttam, mert hogy ez előfordulhat, hiszen egy nagy repertoárral dolgozunk, akkor mindig végignézem az előadásokat. Hogyha már láttam, akkor szoktam így váltogatni, vagy pedig csak felvonásokig maradni, úgyhogy nem indítom az ember. Így van egyébként. Minden elő, hogy azt mondják, hogy mérezték az ember mindig rántott húst, mert ugyanaz, minden rántott hús más, és minden előadás más teljesen egyébként. Így van. És akkor ilyen formán, tehát egy napom az gyakorlatilag, hogyha előadást is végignézem, akkor még jó esetben 10-kor ér véget, és akkor érek haza. És akkor másnap reggel persze megint 6-kor kelek, és 9-re már benn vagyok az irodában, ha éppen nem külső helyszínen kezdek. Az kell ugye, mert nyilván minden pakhoz megvan a maga kívása, tehát van rengeteg stressz is a napodban, ez nagyon szép így elmondva, de nyilván azért van olyan, hogy nem mindig lapon a dolgok, tehát kell ez egy nagyon nagy stressztűrő képesség is egyébként. Hát hála Istennek ezt elég nagy nyugalommal bírom. Nyugodt ember vagy egyébként? Nyugodt ember vagyok, igen. Már lehet, hogy erre a párom más mondana. Igen, mint őt is megkérdezzük. Mert ha nagyon kihoznak a sodromból, de ez a munkahelyen nem nagyon szokott előfordulni, de akkor ki tudok tűnő béket, ki tudok jönni a béketűrésemből, és csak felemel a hangom, és nagyon hangra tudok kiabálni, de nem gyakori ez, hála Istennek. Talán a kollégáim egyszer-kétszer hallották ezt, de abszolút nem jellemző. De nyugodt vagyok, meg türelmes is. Ez jó egyébként. És azt gondolom, hogy nem is lehet ezt nagy latinosabban csinálni, mert az ember csak több haragost kerít magának, és nem lehet a... Meg a munkarovására. A munkarovására, de nem a konstruktív megbeszélés irányába viszi a dolgokat. Így van. Nyilván vannak olyan emberek, munkatársak, ezt tapasztalja az ember bármely területen, akikkel nem lehet együtt dolgozni, nyilván tőlük meg kell válni, és olyat kell gyűjteni, olyan csapatot, akikkel együtt lehet dolgozni. Ez így is működhet, erre most még nálam nem volt példa, hála Istennek. Nagyon jó, az a jó. Nagyon jó. Tehát azt kell tudni az operaházról, hogy az operaház dolgozónak a nagy többsége, azt kell mondjam, több mint 25 éve dolgozik a házban. Szívvel-lélekkel csinálja. Szívvel-lélekkel csinálja, és nagyon sok olyan dolgozó is van a házban, aki már 30 éve, meg 43 éve, ugye most már mennek lassan nyugdíjba, óriási tudást elvíve magukkal a házból, az ő utánpótlásuk azért nem egy egyszerű feladat. Úgyhogy, de azt gondolom, hogy jók évek a kollégáimmal. Szülők gondolom nagyon-nagyon büszkék rád, hogy ilyen sokra vitted. Hát igen. Legalábbis remélem, hogy tudom is, édesanyámtól rendszeresen hallom, hogy jó, beszélgettem ezzel, az is elmondtam, hogy mi történt, meg mit csinálsz, és akkor néztek nagyokat. Mindig hát joggal egyébként viszi a híremet, ma kell, ha nem, de hát ilyenek a szülők. Igen, persze, hát ez a dolguk. Igen, ez a dolguk. Következő kérdés a kulisszatitkok kérdéskor, erről beszélgettünk adáson kívül. Gondolkodtam, milyen kulisszatitkot kérdezek, hát annyi minden van az operaházban. Tehát egy-két olyan dolog, amivel mondjuk mi nézőként, kívülállóként nem tudunk, nem találkozunk, ami azért elárulható, nyilván nem tartozik a titok kategóriába. Mi van ilyen, amit el tudnál mondani? Hát nyilván rengeteg ilyen dolog van, egy kulisszatitok, amit el lehetne mesélni, most egy hirtelen nem is tudom, hogy mi az, amit el tudnék mondani. Nem. Mert általában a kulisszatitkok kapcsán, hogy mindenki gondol arra, hogy előadás előtt milyen előkészületek vannak, esetlegesen az énekeseknek van-e valami rituálé, amit vagy a műszaki dolgozóknak? Ez énekestől függ. Vannak énekesek, akikhez nem szabad nagyon hozzászólni előadások előtt, de ezt az öltöztetők és a fodrászok nagyon jól tudják és nagyon jól kezelik, hogy mikor kell békén hagyni az énekeseket, főleg az énekes nőket, az uraknál ez kevésbé jellemző. A műszaknál nincsenek ilyen rituálék, ők rendszeresen készülnek az előadásokra, de amit kulisszatitokként, vagy nem is kulisszatitokként, de érdekességként el lehet mondani, hogy mondjuk egy-egy előadás esetében például a műszaki személyzet létszáma akár a 100 főt is elérheti, aki egy előadáson dolgozik. Egy előadáson. De hogyha hozzáveszem azt is, hogy mondjuk beleszámítom a zenekart és egy nagy kórussal szerepel, vagy megyünk egy előadással, akkor közel 200-an is dolgozhatunk egy adott előadáson. Tehát ami kívül nem nagyon látszik, hogy mekkora apparátus mozdul egy előadásnak a megvalósításában. És hát ugye a színpadon minden úgy néz ki, mintha, de közben nem az. Tehát, hogy házakat építünk egyik napról a másikra, úgy néz ki, mint egy ház lenne, de közben nem az, hanem az különleges anyagokat felhasználva, könnyen mozgathatók legyenek. Nagyon-nagyon érdekes. Valami más, így valami van. Más, így van. Ugye említettük azért, hogy nyugodt ember vagy, de hát azért neked is ki kell kapcsolódni. Hogy szoktad ezt megoldani? Hogy kapcsolódsz ki? Utazni szeretek, akár országon belül is, meg kirándulni, meg a barátokkal tölteni az időt. Tehát ez, ami igazán kikapcsol, és ha nagyon nem akar gondolni semmire, akkor viszont filmeket nézek. Tehát ami kicsit így töltődik, meg hát ami nekem hobbim lett, miután közösen vettünk egy felújítandó házat, hogy szinte minden
a felújítás nagy részét azt sikerült magamnak az nagyon jó megoldani, viszont. Tehát a tetőfedéstől az ácsolásig, a terasz építésig. Az nagyon sok pénzt is jelent egyébként. Pénzt is jelent, meg kézügyességfejlesztés, meg érdekel is, hogy kell csinálni, meg úgy viszonylag meggyőzőben tudom mondani a kollégáimnak, hogy mit hogy kell csinálni, hogy magam is tudom, hogy kell csinálni, az igazán kikapcsol, és érdekes módon a legtöbb gondolat, hogy mit kell csinálni majd benne az operában, vagy az irodában, az akkor jön. Mert más csinálsz. Mert más csinálnak, és akkor az a módszerem erre, hogy egy kis küzdet már ki van készítve, hogy ahogy eszembe jut, akkor azt leírom. És leírod. Igen. És leírom, mert el fogom felejteni, és akkor leírom, akkor ha előveszem, és akkor azokat intézem tovább. Én is ezt szoktam mondani egyébként, tehát én úgy szórakozom, még más zenét hallgat, én biztos, hogy zenét nem hallgatok, mert 17. éve rádiózom már. Ugye nyilván nem zenét fogok hallgatni, mert egész nap azt hallgatom már 17 éve, tehát én is máshogy kapcsolódom ki. És akkor jönnek a tényleg az igazi jó gondolatok, amit a munkában ugyanúgy ugye fel lehet használni természetesen. Hát eszembe, hogy úgy mit kell még intézni, kinek kellene szólni, hú, kivel lehetne ezt jól megcsináltatni, tehát ilyenek mindig előjönnek, hogy az, amivel még foglalkozni kell, hiszen rengeteg dologgal foglalkozom én, mint műszaki igazgató. Persze, nagyon sok feladatod van, mint mondtad. Nagyon sok rétű az igazgatóság, tehát ilyen formán az összes színpadi műszak, a díszítő, kellékfodrász, világítástechnika, az összes ingatlanüzemeltetéshez tartozó rész, az épületkarbantartó, alkatos asztalos gondosság, üzemeltetési osztály, biztonságtechnika, informatika, tehát ez mind, ami hozzám be van csatolva, a tűzmunkavédelem. Telefonod aksia meddig bírja egyébként? Hát egy napot azért kiszakadt. De gondolom csörög szinte folyamatosan a telefon, tehát olyan hála Istennek nem. Főleg mivel kommunikálunk, de persze az is sokat csörög a telefonon, de most már sokkal kevesebbet, hiszen azért vannak alattam vezetők, hogy a persze, megoldják napi dolgokkal kevesebbet kelljen foglalkoznom, de egyébként összehasonlítva a Duna TV-s korszakot, lényegesebben kevesebbet csörög a telefonom. Ha egy csörög, az a meg fontosabb hívások. Egyébként akkor fel kell venni, akkor biztos, igen, hogy valami megoldandó van. Feladat van. Ugye beszélgetés elején, és sajnos lassan a műsor végez, én mondtam, hogy tényleg a szakmát karriered csúcsán vagy, hogy innen még hova tovább, vagy van-e még valami tervet, hogy tovább menni, esetleg tovább lépni jövőben, amit mondjuk más területen kívül meg szeretné valósítani? Hát megmondom őszintén, ez van, tehát nem szeretnék egyelőre az operán kívül dolgozni, ez nagyon tetszik, azért is, mert van több projekt, amit még a kifutása az én mandátumon túl nyúlik. Uh-huh. Ugye, mint közalkalmazottként a vezetői megbizatásom, az nekem például az év végén jár le. Tehát vagy újra kell pályáznom, vagy automatikusan meg fog hosszabbítani főigazgatóra, ezt még nem lehet tudni így az év elején, de azt szeretném, hogy ez meghosszabbodjon, persze, és hogy végig tudjam vinni mind az operáz felújításának a ciklusát, illetve pedig az Eiffel csarnok megépítését, hogy azt végig tudjam vinni. Azt gondolom, hogy ez most két akkora mérföldkő az operaház életében, ami 130 év nem nagyon van, 30 év utoljára felépítve, vagy felújítva az operaház, és ekkora ingatlannal, mint az Eiffel csarnokunk, amit építünk, mert még nem is bővült működés során, tehát ez két akkora a feladat, amit mondhatom ezt ilyen kicsit nagyképűen, de meg fognak írni a történelmi könyvekben, hiszen az operáz történetéhez hozzá fog ezt tartani szorosan, és én ebben részt veszek, és ez egy óriási felelősség és teher, és rendkívül büszke is vagyok rá, hogy részt vehetek benne, és azokkal a kollégáimmal, akik most körülvesznek, hiszen egy nagyon jó csapattal tudok ebben dolgozni. Igen. Ezt így lehet csinálni egyébként, tényleg az ember büszke arra, amit csinál, szerintem akkor tudja a lehető leglelkiismeretesebben és a lehető legjobban csinálni. Azon gondolkodtam még, hogyha már ennyire benne vagy az operaházban, hogyha április 1-én vannak mindig fordított napok, tehát egyszer a műszakiak mennének fel énekelni az operaház színpadára, ők pedig csinálják a műszakit, mi lenne abból, gondold-e? Hát nem érdekes előadás lenne, szoktunk erről beszélgetni, hogy egyszer a műszak tervezhetne, meg kivitelezhetne egyedül, meg rendezhetne egy operát, akkor nyilván a mi szempontjának figyelve sokkal egyszerűbb lenne, és nem menne benne ennyi minden, vagy nem menne szó több száz szereplős, vagy nem öltöznének annyit. Érdekes lenne, igen, mindenki. A balettet nem vállal rám, de hiszen az jobban kéne táncolni. Igen, jó lenne, igen. Peti, a beszélgetés is érdekes volt, és tanulságot köszönöm szépen, hogy én köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehettem. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, legyenek velünk is itt legközelebb a fehérvári beszélgetésekben.